Terézváros új testvérvárosa Zadar. Számháború és elvi vita az Andrássy úti palotaperben. Körkép Lentiből. Játékos nevelés a Derkovics napközis táborban. 90 éves születésnapos köszöntése. Így főznek a polgármesterek. Sajtótájékoztatóan Imród hajón. Nyereménybicikli átadás a Teka jóvoltából. Tétényi Éva kiállítása az Újságíró Szövetségben. A Hunyadi téren Bódi Jenő és zenekara muzsikált. Július 6-án Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalójával jelentkezünk. Bajer Ilona vagyok, köszöntöm Önöket. Június utolsó napja Terézváros és a horvátországi Zadar testvérvárosi megállapodásának születésnapjaként íródott be a kerület történetébe. Az 5-10-ben megtartott ünnepélyes eseményen a szövetséget megpecsételő dokumentum két aláíróján, Hassai Zsófia polgármesteren és Ivica Vlakic alpolgármesteren kívül részt vett Gordon Gric Radman, Horvátország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Horváth László, Lenti polgármestere, Simon Fi Márta, Bundula Csaba, Pap László Terézváros alpolgármesterei, az önkormányzat képviselőtestületének több tagja, valamint számos önkormányzati társaság és intézmény vezetője. Hassai Zsófia köszöntőjében hangsúlyozta, Terézváros épített és szellemi örökségében Budapest, sőt Magyarország egyik kulturális fellegvára. Az UNESCO világörökségének részeként jellegzetesen magyar, ugyanakkor őrzi a környező népek mestereinek fizikai és lelki lenyomatát. Ennek a hagyatéknak a szellemisége formálja a kerület testvérvárosi választásait. Hazánk és Horvátország hagyományosan jó és intenzív viszonyt ápol. A két állam politikai, gazdasági, kereskedelmi, kulturális és turisztikai együttműködése Horvátország 2013. július 1-én bekövetkezett uniós csatlakozását követően még tovább erősödött és új területekkel gazdagodott. Ha jól tudom, legújabban eredetvédelmi és gasztronómiai együttműködések zajlanak a két ország között, természetesen a hagyományosan jó idegenforgalmi és kulturális programok mellett. Horvátország magyarországi nagykövete a tél folyamán keresett meg bennünket azzal, hogy milyen jó lenne egy testvérvárosi kapcsolatot létesíteni Terézváros, illetve egy horvátországi település méghozzá Zadar között. Mi nagyon megörültünk ennek a megkeresésnek, illetve a felkérésnek, és fél éves szervező munka eredményeképpen ma került sor az ünnepélyes testvérvárosi megállapodás aláírására. Én remélem, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat is a gyönyörű horvát tengerparti várossal, Zadarral előnyére válik minden terézvárosinak, különösen a gyerekeknek, hiszen a meglévő testvérvárosi kapcsolataink is, amelyek most már 4-5 éve kerültek kialakításra, azok is nagyon jól működnek, és nagyon sok csereprogramot bonyolítanak le iskolásaink, úgyhogy nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, és tényleg nagyon kedves volt Zadar alpolgármestere is, a nagykövet úr is megtisztelt bennünket azzal, hogy eljött erre a mai ünnepségre, úgyhogy én nagyon örülök és nagyon boldog vagyok. Ivica Vlakic, Zadar alpolgármestere beszédében örömterinek nevezte, hogy immáron a magyar kultúra egyik fővárosát jelentő Terézváros és Dalmácia fővárosa Zadar testvérvárosok lettek. Emlékeztetett arra, hogy a horvát-magyar kapcsolat a 90-es évek elején a horvát honvédő háború idején szinte testvérivé vált.
grad, Zadar i Terézváros imajú vrlo zajedničku. Zadar városa és Terézváros nagyon, nagyon hasonló helyzetben vannak. Azt kell tudni, hogy nagyon hosszú, évszázados közép-európai kultúrával rendelkeznek, és mozgatórugói úgy az egyik, mint a másik a saját régiójában a gazdaságnak, a turizmusnak és a kultúrának. A terézvárosi megállapodás ünnepélyes aláírását követően Hassai Zsófia és Ivica Vlakics átadták egymásnak városuk zászlaját. Gordon Gric Radman, a horvát köztársaság nagykövete rövid beszédében a vendéglátók nyelvén magyarul köszönte meg, hogy tanulja lehetett a megállapodás születésének. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt polgármester urak, tisztelt alpolgármester urak, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Nagyon örülök, hogy ma itt vagyok. Az ünnepi hangulatról Sáréti Márton, a Tóth Aladár Zeneiskola diákja, a Virtuózok komoly zenei tehetségkutató műsor egyik résztvevője, és a Terézváros magyar testvérvárosából Lentiből érkezett Kerka tánc együttes gondoskodott. Részletesebb összeállítást a mai Önkormányzati Percek című műsorunkban láthatnak. Májusi meghallgatása óta elhunyt a Saxlener palota perének egyik fontos tanúja, S. Edith. Így csak korábbi vallomása felolvasásával tudta a bíróság a vevői oldal szereplőit szembesíteni július 2-án. A tárgyalás második felében 4 ingatlan szakértőt hallgatott meg a bíróság az Andrássy út 47-tel összefüggésben, akik között több órás elvi vita bontakozott ki. Az Andrássy út 3 és az Andrássy út 47 ügyét még tavaly júliusban egyesítette a bíróság, a per tárgya hűtlen kezelés. Az egyesített ügyben vádlott 60-i Csaba MSZP-s önkormányzati képviselő is. A vád szerint MSZP-s és SZDSZ-es politikusok az ügyészség által az Andrássy út 47 alapügyben feltárt 128 millió forint vagyoni hátrányon túl 574 millió forint vagyoni hátrányt okoztak Terézvárosnak azzal, hogy megszavazták a bérlők által lakottan is körülbelül 902 millió forintot érő Andrássy út 3 alatti ingatlan a Saxlener palota pályáztatás nélküli eladását 328 millió forintért. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének törvény szerinti büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. É. Anita, az A3 Express Kft. Egykori ügyvezetője és a Palotavásárló Hölgyek ügyvédje dr. Marosi András szembesítésével kezdődött a maratoni tárgyalás, akiket az időközben elhunyt projektcég alapítótárs S. Edith májusi vallomásával is szembesítettek. A tárgyalás 2015. október 15-én az Andrássy út 3-mal kapcsolatban további szakértők meghallgatásával folytatódik. Részletesebb információt találnak a www.terézváros.hu oldalon. Nyáresti koncertek, kerékpáros maraton, 4 város labdarúgó tornája, csereprogramok, 4 csillagos hotel építése. Az élet a 6. kerület testvérvárosában, Lentiben is, legalább annyira pezsgően és tartalmasan telik, mint Terézvárosban. Stábunk villáminterjút készített Horváth László polgármesterrel arról, hogy milyen programok, fejlesztések és események vannak nyáron Lentiben. Mi újság Lenti városában mostanság? Sok minden történik, hiszen megkezdődött a nyár is egy olyan kisvárosban, mint Lenti, ahol nagy hangsúlyt fektetünk a turisztikára, kell, hogy történjen valami. Június elején kezdtük el a már tavaly nagyon nagy sikert aratott Lenti nyári esték műsorsorozatot. Itt minden pénteken 20 órától
22 óráig, 23 óráig két fellépő van, akik a művelődési központ melletti szabadtéri színpadon lépnek fel. Általában egy ismert zenekar, illetve egy ismert előadó van most felsorolás vagy név nélkül. Általában azok a sztárok, akik a legutóbbi tehetségkutató versenyeken szerepeltek, és ott kiváló eredményeket értek el, de vannak jócskán, akiket az idősebb korosztály kért, hát az örökzöld slágereket előadó nagy nevek is. És ez a műsorsorozat ez augusztus végéig tart, de közben a helyi termékeket, illetve hungarikumokat bemutató programunk is volt. Megrendeztük már a 24 órás maraton kerékpáros körversenyt Lentiben, amely a város területén belül 5,5 kilométeres körökkel zajlik, és vannak, akik a 24 órát végig tekerik, a legutóbbi alkalommal 14-en voltak, és ők több mint 300 kilométert teljesítettek ebben a 24 órában, és lesz még sport, hiszen lesz a négy város tornája, ami mondhatnám, hogy Magyarországon talán a leghosszabb hagyományok, leghosszabb időszakra tekinthet vissza, hiszen 79 óta minden évben megrendezzük. Celldömölk, Barcs, Körmend és Lenti városainak, Nagypás labdarúgó csapatainak részvételével, és erre a tornára is augusztus elején kerül sor. De ezen kívül még számtalan olyan program van, amelyet Lentiben különféle együttesek, civil szervezetek, egyesületek rendeznek, és az öt városrészben is mindig van látnivaló. És tovább folytatjuk nyáron a már nagyon jól bevált csereprogramot a diákok között, hiszen a fő cél az, hogy a fiatalok megismerjék egymást, megismerjék saját országukat, és nagyon örülünk, hogy a gyermekeink a Dunabogdányi nagyon jó felszerelt üdülőben lehetnek, tölthetnek el pár napot, és ugyanezt a lehetőséget kínáltuk mi fel Lentiben, ahol 45-50 tanuló gyermek, illetve kísérőik érkeznek innen Terézvárosból, és nagyon nagy szeretettel várjuk őket, és reméljük, hogy kellemes programokon tudnak majd részt venni. A programokra augusztus 15 és 19 között kerül sor. Januárban egy nagy beruházás kezdődött Lenti városában. Hol tart most? Január 16-án kezdődött a négycsillagos hotel építése, amelyet az önkormányzat épít fel, és emellett még a gyógyfürdő területén két fedett medence képítésére is sor kerül. Az építés a hotel tekintetében időarányosan folyik, a medencéknél néhány napos lemaradás van, de a beruházó ígérte, hogy több munkást fog majd az építési területre küldeni, és így fel tudnak majd zárkózni az ütemtervhez. Most már kinőtt az épület a földből, hiszen az alapozásnál mintegy 5000 köbméter földet kellett megmozgatni. A pince szinten, az alaksorban került elhelyezésre majd a teljes gépészet, a liftaknál különféle kiszolgáló helyiségek, és ezeknek az elkészítése, a megfelelő technológiákkal végrehajtott szigetelése, képítése megvalósult már. Most már az emeleteket, a második emeletet építik, és ezekben az emeletekre folyamatosan rakják be azokat a fürdőszoba elemeket, amelyeket egy szlovéniai szállítótól rendeltünk, és ahogy kész van egy szint, ugye a következő szintre emelik be ezeket az elemeket. A három részből, három szekcióból álló szállodának a középső, ahol a főbejárat lesz részén látható legjobban az előrehaladás, a másik kettőn még szerelt beton, tehát betonszerelési munkálatok folynak, és amint ezek elkészülnek, tehát az első emeletnek a födém része, akkor ott is látványosabban haladhatunk előre. Én úgy gondolom, hogy ha ilyen ütemben haladunk, akkor decemberre, amire kész kell, hogy legyen ez a beruházás, addigra a beruházás nagy részével el tudunk készülni, és az ősz folyamán, már késő ősszel, illetve télen már a belső munkálatokkal és a berendezéssel tudunk majd törődni.
addig is mit üzen a kedves nézőknek? Miért érdemes elmenni Lentibe? Hát addig is, mint ahogy az első kérdésre válaszolva közöltem, sok program van Lentiben, sok program van a régióban, ebben a turisztikai desztinációban is, hiszen tőlünk nincs messze Hetés, mint etnográfiai körzet, ott is számos régi épület látható. Vannak kézművesek, akiknek a munkáit érdemes megtekinteni, nincs messze az Őrség. Lenti környékén van az a kis vasút, amely Lentiből indulva Kistolmácsig pöfög, és Magyarország leghosszabb ilyen jellegű vasútja, több mint 30 kilométeren szállítja a vendégeket, és jelenthetem, hogy tegnapi nap átadtak egy a gyerekek számára készített oktató kocsit is, és úgy tervezzük, hogy ezt a terézvárosi gyerekek is meg tudják majd nézni. Hát van azért rengeteg izgalmas azon a részen is, ahol mi lakunk, annak ellenére, hogy érintetlen, zöld, természeti környezet van, de van, aki ezért jön hozzánk. A hosszú nyári tanítási szünet sok család számára gondot jelent a gyermekfelügyelet miatt. A munkahelyekről a dolgozó szülők nehezen vagy csak rövid időre tudnak szabadságra menni. A tábor célja Terézváros általános iskolás gyermekeinek napközbeni felügyelete a nyári szünidő idejére tartalmas, tevékeny, játékos programok keretében. A szülők részéről a tábor működtetésére évről évre nagyobb igény mutatkozik. A tábor nem gyermekmegőrző, hanem olyan hely, ahol különböző tevékenységekkel nevelni is szeretnék a pedagógusok a táborozó gyermekeket. Ezért a táborvezetők olyan tematikát állítanak össze, amely játékosan szolgálja ezt az elképzelést. Természetesen a sport, a mozgás, a fürdőzés, a közös játék és a kezek általi alkotás örömesen maradhat ki a programok sorából. Tombol a nyár, a gyerekek élvezik a szabadságot, és a táborban és a napközis táborban is zajlik az élet. A Terézvárosi napközis táborban vagyunk most, megnyitott a kapuit, 3 hete járnak ide a gyerekek a kerület összes iskolájából, illetve még van olyan gyerek, aki kerületen kívüli, tehát úgy őket is fogadjuk, és óvodásokat is. A mai nap is rengeteg programban volt része a gyerekeknek, voltak a Tarzan parkban, voltak úszni, szakraj foglalkozásokon vettek részt, kimentek a Benc úr parkba, Városligetbe, és most egy nagyon jó kis játékra várjuk a gyerekeket, egy közös nagy tábori játékra, aminek az a neve, hogy cukorka keresés. A Derkovics nyári táborban, napközis táborban. Hogy érzed magad? Ja, nagyon jó, köszönöm szépen. Milyen programok voltak eddig? Mi tetszett a legjobban? A bobozás. Elmentünk Visegrádra bobozni, ott csúsztam 3-at, és piros bobban voltam. Piros bobban. És mondjál, még milyen programok vannak itt a napközis táborban? Van informatika, van pingpong, van... És még sok minden. Hát nagyon jó, vannak programok. Most például az előbb üveget kiukasztottuk, a kupakját, és azzal hát locsoltuk egymást. Ezért vagyunk néhányan még vizesek. És milyen külső programok voltak eddig? Voltunk Tarzan parkba, máshol nem nagyon. Meg voltunk Ligetbe. Görkorcsolya? Az igaz, de az bármilyen. Görkorcsolya? Hát így szerdán volt, ugye? Nem. Kedden görkorcsolyáztunk, itt hátul az udvaron. És milyen programok várhatók még? Ma lesz cukorka keresés. Most érkeztettek meg a Tarzan parkból. Milyen élményekkel gyarapodtatok ma? Csúszdáztunk, hát hintáztunk, másztunk, fürödtünk. Mi volt a legjobb a Tarzan parkban? Szerintem az volt a legjobb, amikor a
két barátnőmmel, a Ninával, meg a Lénával a bányás részben játszottunk. Az mi volt? Az olyan volt, hogy homokozni lehetett, és lehetett vizezni, és akkor engedni lehetett a vizet, és akkor kinyitjuk, hogy lejjebb menjen a víz, meg becsukjuk, hogy fennmaradjon a víz. Hát úgy csináltunk a csúszdákkal, hogy ilyen varázscsúszda, és így mondtuk, hogy hová megyünk. Milyen programok voltak itt bent a táborban? Hát volt például olyan, hogy állatkertbe mentünk, meg az egyes csoportnak, amiben mi járunk, abban trambulin is volt. Lehet-e további diákoknak jelentkezni, akik esetleg úgy döntenek, hogy eljönnének a napközis táborba? Igen, a gyerekek bármikor bekapcsolódhatnak a tábor programjába, minden héten lehetőség van jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy ahhoz képest, amelyik héten jönni szeretne, előző héten kell befizetni az ebédpénzt, és akkor jöhet a gyerek. A tábornak a Terézvárosi Derkovics Gyula általános iskola ad otthont. Gyülekező minden nap reggel 7:30-tól 8-ig, a külső programokról való hazaérkezés ideje pedig 3:30 és 4 között várható. Ügyeletet délután 5 óráig tartanak. A táborban napi 3-szori étkezést biztosítanak. Térítés ellenében pedig a főváros bármely általános iskolájából lehet jelentkezni a Derkovics napközis táborába. Születésének 90. évfordulóján dr. Szurdoki Zoltánt Terézváros önkormányzata nevében Szilikovás Tibor önkormányzati képviselő köszöntötte. A szépkort megélt dr. bácsi szívesen nosztalgiázott gyermekei és unokája jelenlétében, miközben szólt arról is, hogy gyerekkora óta él ebben a kerületben. Általános és középiskoláját is itt végezte, majd az orvosi egyetem után az Orfiban kezdett dolgozni. Később katonai kórházba került, ahonnan alezredesként ment nyugállományba. A hosszú élet titkának az imádkozz és dolgozz mottót tartja. Ez szerint élt, de fontosnak tartja azt is, hogy egész életében egyetlen szál cigarettát sem szívott el. Szabad idejében ma is szívesen fejt keresztrejtvényt és sakkozik. További jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek, dr. Szurdoki Zoltánnak. A nagy sikerű Így főznek című könyvsorozat a 7. kiadásához érkezett. A Tisztelt Ház, a Borászok, a Hírességek és a Kézilabdázók után most a Polgármesterek ízlése került terítékre. A receptgyűjteményben megtalálható mások mellett Tarlós István főpolgármester tejfölös zöldséges marha felsája, Bácskai János Ferencváros polgármesterének Aszalt Szilvás diós cékla salátával kínált mentás báránynyársa, valamint Hassai Zsófia 6. kerületi polgármester almás felfújtja. A legismertebb magyar borászok pedig a könyv összes ételéhez ízletes és hozzájuk illő magyar borokat kínáltak. Szám szerint a 7. kiadványnak van most a sajtótájékoztatója. Egy pár mondatban mutassa be önmagát és a könyveket. Őszi Tóth Gábriel vagyok, 25 évig a sajtóban dolgoztam, és ez a sorozat a parlamentben született meg, Így főz a Tisztelt Ház néven írtam egy szakácskönyvet, és aztán ennek lett folytatása, Így főznek a borászok, Így főznek a hírességek, és így jutottunk el most az Így főznek a polgármesterek és közéleti személyiségek című könyvhöz. Engem mindig izgatott az, hogy a magyar gasztronómiában milyen csuda dolgok vannak, és milyen széleskörű a magyar gasztronómia és a magyar borászat, milyen fantasztikusat fejlődött. Másrészt pedig mindig izgat az, hogy kinek mi a kedvenc étele, úgyhogy így születtek ezek a könyvek. Hogy lehet a sokaság közül kiválasztani azokat a személyeket, akik a könyvbe bekerülnek? Igen, hát mint mi kiadó
gondolkodunk mindig azon, hogy kiket szólítsunk meg. Tavaly például a kézilabdázók kerültek sorra. Miért is? Hát azért, mert 80 éves volt a kézilabda szövetség, másrészt a srácok és a lányok is kitűnő eredményeket értek el. Harmadrészt pedig nagyon szeretnek főzni és szeretik a hasukat. Tehát így született meg az Így főznek a kézilabdázók könyv. A polgármesterek az pedig azért, mert hogy a régiókat szeretnénk propagálni, Magyarország régióit, a különböző tájjellegű ízeket. Úgyhogy így került sor az Így főznek a polgármesterek könyvre, és természetesen hosszú még a lista, akiket szeretnénk megszólítani. Ebben az évben még kiadjuk az Így főznek az Olimpikonok című könyvet. Én azt gondolom, hogy ők példaképek és bajnokok a maguk nemében. Több olimpiai bajnok már séfversenyt is nyert külföldön is, úgyhogy ők lesznek azok, akik legközelebb beszámolnak a főzni tudásukról, illetve arról, hogy mi a kedvenc ételük és hogy milyen borokat kóstolgatnak hozzá. A nem kevés feladat mellett mennyi idő jut a konyhára, a főzésre? Hát ugye az embernek van egy 10 éves gyermeke, akkor, mint hogy ez a gyerekeknél szokás, rendszeresen enni kívánnak, és ez naponta nem háromszor fordul elő, hanem ennél többször. De ez nagyon jó a felnőtteknek is, mert ezáltal maguknak is biztosítják a rendszeres étkezést. Tehát ahol gyermek van a családban, ott biztos, hogy az étkezések azok egy-két óránként megtörténnek és előfordulnak. Ilyen formán természetesen időt szakítok én is arra, hogy minden nap meleg étel kerüljön az asztalra. A receptes könyv ez most végre nem egy politikai kiadvány, tényleg nagyon szépen, látványosan sikerült elkészíteni a benne szereplő ételeket is, és szerintem a kísérő szöveg is nagyon kedves gasztronómiai és egyéni élményeket is felsorakoztat. Ezt az ételt egyébként az almás felfújtat, minden évben karácsonykor szoktam elkészíteni. A legfőbb célunk ezzel a könyvvel egyrészt a régiók ételeinek és italainak, borainak bemutatása volt, másrészt pedig az, hogy a polgármesterek ezzel a könyvvel tudják reprezentálni azt a területet, azt a várost, azt a megyét, azt a régiót, amit képviselnek ezeken az ételeken és borokon keresztül, és azt gondolom, hogy mindenkinek a hasán keresztül lehet a legrövidebb úton eljutni. A bringázás népszerűségének és a kerékpárok értékének növekedése Európa szerte, így Magyarországon is, magával hozza a kerékpárlopások elszaporodását. A Bike Safe regisztrációs adatbázis lehetővé teszi, hogy az eltűnt kerékpárokat az egyedi azonosítójelük alapján a rendőrség hamar megtalálja és visszaadja a jogos tulajdonosnak. Budapesten a 6. kerületi rendőrkapitányság az első, amely csatlakozott a rendszerhez, amelyben a Terézvárosi Önkormányzat és a Terézváros közrendjéért és közbiztonságáért alapítvány is partner volt. A sikeres tesztet kitöltők között egy kerékpárt sorsoltak ki. Stábunk az átadáson járt. Terézváros közrendjéért és közbiztonságáért közalapítvány nagy örömmel támogatta dr. Kecskés Tamás kapitányvezető úrnak a javaslatát, hogy Budapesten elsőként kerüljön bevezetésre a kerékpáros regisztrációi Terézvárosban.
Ez június 27-én is kezdődött. Ennek egy mellékszála volt, hogy a gyermekek részére felállítottunk egy mobil kresztpályát, és azok a gyerekek, akik ügyesen végigmentek a kresztpályán, azoknak a neve bekerült egy kalapba, és közülük kisorsoltunk egy szép kerékpárt. Ez most Fekete Fanni nyerte, és sajnos Fanni nem tudott részt venni az átadáson, hanem az édesapja vette át, és örülünk, hogy ezzel is tudtuk segíteni az ő kerékpáros tudását, mert az előző kerékpárja még három kerekű volt, most már reméljük, hogy ez a bicikli a két kerékkel már nagy segítség lesz neki. Nem csak átvette Fanni édesapja a biciklit, hanem regisztráltatta is. Igen, nagy örömünkre regisztráltatta is, és fontosnak is tartotta, hogy regisztrálja. El is mondta, hogy neki otthon még van egy kerékpárja, azt is el fogja hozni. Hál' Istennek a rendőrség ki tudott alakítani egy rugalmas ügyfélbarát időpontot, tehát ez minden szerdán 16-tól 20 óráig, és minden szombaton 9-től 12 óráig itt a Hunyadi téri körzeti megbízotti irodában várják a lakosságot, és kérik, hogy jöjjenek minél többen. Hál' Istennek most is szép számmal vannak itt, és regisztrálják a biciklijeiket. Szentek között ikonok és aranygrafikák címmel nyílt meg Tétény Éva építész kiállítása. A most először közönség elé kerülő ikonok augusztus 25-ig tekinthetőek meg a Magyar Újságírók Szövetségének Vörösmarty utcai székházában. Tétényi Éva építészmérnök politikus, korábban 6 éven át Terézváros, majd 2 évig Győr-Moson-Sopron megye főépítésze. 2010 és 2014 között Esztergom polgármesteri tisztségét látta el. Ő készítette fel Terézvárosban a Budapest Világörökség helyszíneit arra, hogy felkerülhessenek az UNESCO világörökségi listájára. Egy építészből hogy lesz képzőművész? Egy építész tulajdonképpen művész is, csak más eszközei vannak, mint egy képzőművésznek. Úgy is szoktuk mondani, hogy egy építész az emberek álmát kőbe, fába álmodja meg, a képzőművész pedig papírra veti. Az ősi egyházi ritusokat, törvényszerűségeket figyelembe vevő ikonfestészet speciális tudást és alkotói hozzáállást feltételez. Aki látja ezeket a lenyűgöző alkotásokat, megnyugvásra veszi tudomásul, hogy autentikus szellem és értőkezek teremtették ezeket a lélekig ható alkotásokat. Mi az üzenete a képeidnek? Kétfajta kép került kiállításra, az egyik az úgynevezett aranygrafikák, amiben az aranyszín mindig megjelenik, ezzel jelezve, hogy valami olyan állandót, örökérvényűt szeretne közvetíteni, amit az ikonok is közvetítenek. Ez a szakrális és a profán világ közötti átmenet, ami azt jelenti, hogy mindahányan azon gondolkodunk, hogy kellene jól élni, helyesen tenni a dolgunkat, milyen erkölcsi normákra kell figyelnünk. Amíg az ikonoknak egy elég szabályos, zárt világa van, hiszen le van írva, hogy mit és hogyan lehet és kell festeni, addig az aranygrafikák egy picit szabadabban, de tulajdonképpen ugyanezt a témát dolgozzák fel. A vernisszázson közreműködött Maros Éva Liszt Ferenc díjas zeneművész hárfán és Geiger György Kossuth díjas érdemes művész trombitán.
Az ikonok és aranygrafikák igazi varázslata, hogy együtt tárul elénk ezeknek, az aranyba foglalt lelkeknek az esendősége és sziklaszilárd hite. A velük való találkozás minden látogató számára maradandó élményt jelenthet. Élő zenét játszó hangszeres együttes, magyar és cigány dallamok ismerős előadók előadásában. Az idei év első nyáresti koncertje igazán nagy mulatsággal indult a Hunyadi téren. A kerületben élő Bódi Jenő muzsikusaival nem először örvendeztette meg a terézvárosiakat virtuóz játékával. A koncertet Szili Kovács Tibor önkormányzati képviselő nyitotta meg. A Hunyadi téren július 11-én este 6 órakor Teremi Trixi és Bozsó József operettpáros várja az operett dallamok iránt érdeklődőket. A Terézvárosi magazin vendége Bozsó József színművész lesz. Szombat este verőfényes napsütésben és újra Bódi Jenő koncert. Köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon örülünk neki, hogy már nem tudom, harmadszor vagy negyedszer vagyunk itt a Terézvárosi Önkormányzat jóvoltából, és megint megpróbálunk egy szép estét, most este leszünk, egy szép estét varázsolni a hatkerület közönségének. Mit hoztatok nekünk? Hát rengeteg népdalt, rengeteg magyar muzsikát, igazi kávéházi cigányzenét fogunk játszani, ami a kérés is ez. Nem tudom, mert nagyon sok különkérés érkezett tőlem az utcán találkozó emberekkel, hogy még ezt, tehát még azt. Hát lehet, hogy külön kérések is lesznek. Tehát nincs egy konkrét programunk. Új időpontban folytatódik a Hunyadi téri koncert. Igen, a Hunyadi téren a mai naptól kezdve egész nyáron este 6 órától rendszeresen zenei koncerteket hallgathatunk. Minden kedves látogató, a koncertek látogatása az ingyenes. A mai nap Bódi Jenő és zenekara lép fel a színpadon, jövő héten pedig Teremi Trixi és Bozsó József operettes musical darabokat ad elő. Kedves nézőink, Önök Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Ne feledjék, hogy írhatnak nekünk, illetve telefonálhatnak is a képernyőn látható elérhetőségeken. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!